Városunk szépkorú polgárait köszöntöttük október 1-én a Művelődési Ház nagy termében, ahová ezúttal is több száz meghívott érkezett. Ezen a napon, bár szomorú ezt így mondani, hogy csak ekkor, igazán ők lehettek a középpontban. A mostani ünnepség alkalmából, ami már hagyománynak számít, Ercsi város polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Győri Máté beszédében méltatta az idősek hosszú évtizedes munkáját és a közösségért tett erőfeszítéseiket. A mai nappal a megbecsülésünket és a köszönetünket szeretnénk kifejezni, tudva azt, hogy mindaz, ami ma érték körülöttünk, vagy éppen bennünk, az valamilyen módon az önök fáradtságos munkájának, igyekezetének a gyümölcse. Sőt, az, hogy mi magunk egy generációval fiatalabbaként élhetünk, ez is annak köszönhető, hogy önök éltek. A rövid megnyitó után a fiatalok, pontosabban az Ötvös Iskola Szalintra néptánc csoportja mutatta be magyar, rác és roma táncokat felvonultató műsorát. Mindezek után a szervezők egy finom ebéddel is kedveskedtek a szépkorú polgároknak. Itt még nem ért véget az ünnepségek sorozata, hiszen a szociális szolgálat lejtősori idősek otthonában az Ötvös Iskola diákjai kedveskedtek a lakóknak egy gitárkísérettel színesített dalcsokorral, melyet Magdi néni felkészítőjük állított össze. Nagy siker nem csak az előadásnak szólt, hanem azoknak a finom süteményeknek is, melyeket a diákok hoztak magukkal ajándékba. És jöttek a Kossuth utcai iskolások is, akik gyakori vendégnek számítanak az otthonban, és ezt az alkalmat sem szerették volna elszalasztani. Az ő műsoruk is rendkívül szépre sikeredett, és kellemes perceket szereztek az otthon szépkorú lakóinak.